Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 20-án, kedden 19 óra 45 perckor. Mai adásunkban először egy beszélgetést láthatnak a Vox Mirabilis kamarakórus karnagyával, Zemlényi Katicával, majd az Agárdi Művésztelep elmúlt 30 esztendejét vesszük górcső alá, végül pedig egy beszámoló következik a határon túli magyar irodalom napjairól. Tartsanak velünk! Székesfehérvár a zene, a kórus muzsika városa is, és ebben jelentős szerepet játszik a Vox Mirabilis kamarakórus. Zemlényi Katica karnaggyal a most induló évadról beszélgettünk. Megérkeztünk a beszélgetéshez. Szép jó estét kívánok, vendégem Zemlényi Katica, Vox Mirabilis kamarakórus karnagya. Örülök, hogy itt vagy velünk. Mielőtt beszélgetnénk az idei évadról, hiszen ez nagyon-nagyon fontos esztendő ebben az értelemben is, hiszen a 10. jubileumi esztendőt ünnepeljük egész évben, ha úgy tetszik, 2021-ben is természetesen. Először nézzünk meg egy filmet, amit nemrégiben fedeztem fel, egy nagyszerű bemutatkozó kicsi film. Nézzük meg együtt. A Vox Mirabilis kamarakórus ma Magyarország egyik legaktívabb és legsokoldalúbb együttese. Köszönhető ez annak, hogy a kórustagok rendkívül elkötelezettek a kórus irodalom irányában, valamint lelkiismeretesek is. Ars Magna minősítésünk van, ami Magyarországon az egyik legnagyobb minősítés, és igyekszünk ennek megfelelően is minden koncerten maximumot teljesíteni. Magyarországon is nagyon sokat szerepelünk, nagyon sok felé hívnak minket, és nagyon komoly együttesekkel, vendégekkel lépünk fel, többek között Miklós Erikával, vagy a Virtuózok győzteseivel, vagy pedig a Szent Efrém férfi karral. Két nagy elköteleződésünk van, az egyik az ortodox kórus muzsika, amiből már CD-t is adtunk ki, a másik pedig igazából a klasszikus és az eredeti magyar egyházi zene, ami kortárs egyházi zene és egyben, ami nagyon fontos nekünk, hogy a magyar zeneszerzők, a ma élő zeneszerzők műveit is bemutassuk. Elköteleződésünk, hogy külföldre is minél többször el tudjuk vinni a magyar kórus zenét. Nos, hát szívhez szóló, mélységesen emberi ez a 2,5 perces bemutatkozás. Nagyon-nagyon tetszett egyébként. Mint ahogy az is tetszik nekem, hogy visszafogottan ugyan, de mindig van mit ünnepelni. Ugye beszéltünk már arról, és itt is elhangzott, hogy milyen elismeréseket kapott egy zenekar, amely folyamatos fejlődésben van, és most már nem csak Magyarországon különböző helyszíneken, hanem külföldön is. Ennek egyik jele Novák Katalin meghívása, én azt hiszem, hogy ez abszolút megerősítést jelent. Beszéljünk egy kicsit erről. Novák Katalin miniszterasszony meghívására énekeltünk a Nők Magyarországért díjátadón. A miniszterasszony most már másodszor hívott minket.
2017-ben is együttműködtünk, amikor a One of Us, a megszületendő gyermekekért világkonferencia volt Budapesten, és akkor egy spanyol zenekar és kórus énekelt itt, és egy kisegítő kórust kerestek, és mi voltunk azok, akik nekik segítettünk, egy gyönyörűséges ősbemutatóval, egy világszimfóniával ünnepeltük akkor ezt a napot, és Novák Katalin akkor ismert meg minket, azóta ugye miniszterasszony lett, és nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy mi ott a profik között Kokas Katalin, Kelemen Barnabás kisfiával, vagy pedig Miklós Erikával és Balázs Jánossal együtt koncertezhettünk, és nagyon-nagyon nagy öröm volt. Emellett még van egy pici meglepetés is, ugyanis erre a díjra lehetett jelölni személyeket, akik nagyon sokat tettek a COVID alatt tavasszal, és hát én is egy jelölt voltam, aminek én nagyon örülök, mert egy budapesti barátom úgy gondolta, hogy engem is jelöl erre a díjra, de hát ezen kívül ismerünk Fehérváron is sokakat, a SZETA vezetőjét, Szontágné Kovács Erikát, vagy közös ismerősünk Németh Marian Méri a színházból, aki szintén jelölt volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ebbe a csapatba így is bekerülhettem, de ha már zenészekről beszélünk, akkor azt tudnunk kell, hogy Vörös Villő pedig bekerült a legjobb négy közé, úgyhogy neki külön is nagy gratuláció, és hogy ott tudtunk vele találkozni. De az, hogy ezen a díjátadón énekelhetünk, ez nekünk különlegesen fontos volt. Nekünk is fontos, én azt gondolom, hiszen megerősítést jelent, hogy jó úton jártok, és általában a fehérvári zene is jó úton jár. No, de én azt hiszem, hogy ez az esztendő a Covidról marad emlékezetes számunkra. Hála Istennek azért az odafigyelés nagyon sokat segített, mint ahogy az is sokat segített a lelkünknek, hogy október 3-án, tehát az elmúlt héten már megkezdődött az idei 2020-21-es koncertsorozatokat, mégpedig a Cantata Dominével hagyományos helyszín a Jézus Szíve templom volt, jó volt látni benneteket. Ilyen értelemben egy csodacsapat a tiétek, hiszen több generáció állt össze, és megint egy olyan műsort láthattunk, ami azt hiszem, hogy én ott néztem az arcokat, az időseknek bizony-bizony néha kicsordult a könnyük, már nagyon hiányoztatok. Beszéljünk az idei koncertsorozatról, hiszen te úgy fogalmaztál, hogy ajándékhangversennyel, ősbemutatókkal, különleges eddig nem látott produkciókkal várjátok a kórus muzsika barátait. Így van, én azt gondolom, hogy az Ars Magna minősítés az egyben egy elköteleződés is, és nekünk ehhez kell mérni minden koncertünket és minden fellépésünket. Legyen az 2 perces éneklés, legyen az 10 perces éneklés. Cantate Domino, tényleg ez volt a címe, kérés, könyörgés, hálaadás, énekelj az Úrnak. Ezen a koncerten nagyon érdekes, csak kortárs zeneszerzők műveit énekeltük, csak kortárs zeneszerzők voltak, 7 kortárs zeneszerző, akik közül még 3 ma is élnek, és akik közül 3 magyarok. Kocsár Miklós és Karai József már elhunyt a magyarok között, de Tóth Árpád még él, és fiatal, és működik. Nagyon szeretjük, nagyon sok művet nekünk írtak, amit elénekeltünk ezen a koncerten. Nagyon fontos az, hogy felvállaltuk, hogy a kortárs zeneirodalmat mi visszük tovább, és így szeretnénk az egész évet is. De hálaadó éves, hiszen 10 éves a hangverseny bérletünk, ezért az idén a 4+1 koncertünk van, az plusz egy, az tavasszal lesz majd, májusban, ami viszont csak a bérleteseinknek lesz megnyitva, aznak a hűséges közönségünknek, akik az 10 év alatt végig kísértek minket, de az is, aki esetleg csak ebben az évben vett bérletet, igyekszünk nagyon meghívni azokat a korábban velünk együtt éneklő együtteseket, zenekarokat, karmestereket, híres, világhírű énekeseket, hogy egy szép nagy ünnep legyen, de az egész évadunk egy ilyen szép nagy ünnep lesz. Mi vár még bennünket, hiszen
Mondom, ez nagyon nagy siker volt, és azt hiszem, hogy már most mindenki azt gondolja, hogy vajon mikor láthatjuk a Vox Mirabilis legközelebb. Izgulunk azért, hogy meg tudjuk tartani a karácsony előtti koncertünket is, de addig még Fehérváron lesznek kisebb-nagyobb fellépéseink, hiszen évek óta felvállaltuk, hogy például november 1-én Minden Szentek napján mi vállaljuk azt a szolgálatot, hogy a temetőben éneklünk, mert ez is nagyon-nagyon fontos nekünk, hogy a lelki és a zenei élmények azok együtt legyenek, és bennünk is együtt legyenek, és ha bennünk megvannak, akkor ezt át tudjuk adni a közönségünknek, és a közönség ezt érzi. Úgyhogy a november 1-én biztos, hogy fogunk énekelni, és tervezünk egy meglepetést adventben, egy kis utcai éneklés, de több helyszínen, de erről most még nem árulnék el többet, de készüljön a közönség rá, mert nagyon fogjuk szeretni ezt, és szerintem ők is. Ez egy megint egy olyan dolog lesz, amit eddig más még nem csinált, és szeretnénk egy kis színt vinni ebbe a kicsit rideg, kicsit félős, kicsit visszafogott világba. Igen, ahogy szintén a te gondolatod Konfúciuszt idézve, hogy a zene olyan örömöt okoz, amelyet az emberi természet nem nélkülözhet. Én azt gondolom, hogy a Vox Mirabilis léte önmagában is példa arra és megerősítés arra, hogy a zene nagyon fontos számunkra. Én ehhez kívánok minden jót az egész csapatnak, hiszen nagyon hiányoztatok a koronavírus járvány idején, és a kedves nézőket pedig arra biztatom, hogy természetesen figyeljék híradásainkat, hiszen ott leszünk mindenütt, ahol a Vox Mirabilis énekel. Köszönöm szépen, Katica. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint. Az agárdi nyarak hangulatát megidéző alkotásokkal telt meg a Köfén Művelődési Ház. A színes tárlattal a 30 évvel ezelőtt alapított művésztelepre emlékeztek alkotók, támogatók és a képzőművészet barátai. Harmonika szó mellett és Simon József igazgató ajánlásával nyitotta meg újra a kapuit az agárdi művésztelep. Igaz, ezúttal csak egy tárlat erejéig. A Volt egyszer egy művésztelep című kiállítás a Köfén Művelődési Ház gondozásában a 30 évvel ezelőtt alapított, 22 évig aktívan működő alkotótáborra emlékezik. Az agárdi művésztelep most lenne 30 éves, de 22 évet tényleg megélt. Remek hangulatú táborok voltak ezek, és a képzőművészek társaságával egyetemben úgy gondoltuk, hogy megemlékezünk erről a szép időszakról, felevenítjük ezeket az időszakokat, ezeket a találkozásokat, alkotótelepeket, alkotásokat, és úgy gondoltuk, hogy ebből egy gyűjteményes kiállítást szervezünk. A Köfém által megőrzött munkákból több mint 200 műből választottunk ki 68 alkotást, amit most egy hónapon keresztül bemutatunk itt a Művelődési Házban. Ez a sok alkotás egy teremben nem fért volna el, úgyhogy két termet, egy aulát és egy tárgyalót töltenek meg a festmények, ahova várjuk a látogatókat, és aki ide bejön hozzánk, természetesen megmutatjuk nekik ezeket a szép alkotásokat. Ugye említette, hogy itt nagyon sok kiállításra nem került anyag van, még lesz-e vajon ennek a tárlatnak folytatása, ahol ezeket bemutathatják? Hát először is azon kell elgondolkozni, hogy lesz-e folytatása a művésztelepeknek. Mi arra törekedünk, hogy legyen, ehhez mecénásokat keresünk. De azok az alkotások, amik most nem kerültek bemutatásra, elképzelhető, hogy egy, vagy kettő, vagy három év múlva ismét a látogatók elé kerülhetnek, és megtekinthetik ezeket a képeket. Október 27-éig lehet megtekinteni, 4 héten keresztül látogatási időben, de szombaton is nyitva vagyunk, szombaton 8 és 16 óra között látogatható a kiállítás. 22 év alatt számtalan hazai és ugye a Székesfehérvár testvérvárosainak művészeit látták vendégül. Ennek azért elég nagy jelentősége van a város szempontjából is, illetve művész élet szempontjából is. Ez annak idején nemzetközi művésztelep volt, Székesfehérvár testvérvárosaival vettük fel a kapcsolatot, illetve az önkormányzat, és onnan hívtunk meg városonként egy vagy két művészt, akik alkottak ezen a telepen,
és annak idején még ez a magyarsággal való kapcsolattartást is szolgálta, hiszen annak idején nagyon sok felvidéki és erdélyi festőművészt tudtunk vendégül látni itt ezen a telepen. Magyar festők Székesfehérvár és a dunaújvárosi festők számára pályázatot kellett benyújtani, és ezt az önkormányzat bírálta el, illetve a nemzetközi művésztelepet az adta, hogy meghívtunk vendégeket Székesfehérvár testvérvárosaiból. Hát általában, hogyha nagyon sokan jelentkeztek, akkor válogattunk belőle, ha kevesen jelentkeztek, akkor természetesen mindenkinek lehetőséget adtunk. Breyer Éva személyes hangvételű megnyitóban emlékezett vissza az agárdi pákásztanyán eltöltött hetek hangulatára, emellett kihangsúlyozta a nemzetközi alkotóközösség jelentőségét is. 2002 óta belecsöppentem, mint akkor még a Kulturális Bizottság alelnöke, aztán később elnöke, és később persze a humán terület alpolgármestere. Nem csak hátulról és távolságtartóan gondoskodtam arról, hogy az anyagi támogatást megkapja a művésztelep, hanem azért ennél sokkal közelebb voltam hozzá. Egyrészt azért, mert a 20. század nagy művésztelepei pontosan tudjuk, hogy milyen hatalmas, nagy nevű, nagyrangú alkotó művészeket adtak nem csak az országnak, hanem Európának is. Tehát, hogy művészeti, alkotóművészeti szempontból is nagy jelentőségű, és hát látjuk, hogy számos mű született, nemzetközi, ugye, nemzetközi volt ez a művész kiállítás, hiszen az összes testvérvárosunkból érkeztek, még Amerikából is művészek az elmúlt évek során. Azt nagyon sajnáltam, amikor Agárdról el kellett jönni a művésztelepnek, mert addig ott alvós volt, és még én is lehettem az agárdi pákásztanyán, és hát ezt nem kell mondani, aki egy kicsit művészek közelében élhet, vagy tölthet egy kis időt, pontosan tudja, hogy milyen rettenetesen izgalmas azért velük egy esti beszélgetést végighallgatni borozás közben, és hát az is, hogyha más az, amikor ők mondjuk egy hétig együtt vannak reggeltől estig, és együtt alszanak egy velencei tó partján, azért annak más a hangulata, más az egymásra hangoltság intellektuális szempontból is. Úgyhogy azért az nem volt öröm, amikor be kellett jönni Fehérvárra. Azt nagyon sajnálom, hogy Fehérváron nem tudtuk ugyanezt a körülményt megteremteni. A Szabadművelődés háza adott otthont, ott már nem tudtuk ezt bentalvosan megoldani. És hát akik jártak Móron, a Móri művésztelepen, ugye Nagy Benedekéknél, hát ott azért az a kialakítás, az a hangulat, az a közösség, azok a körülmények, azért azok nagyon csábítóak, úgyhogy nekem nagy álmom volt, bevallom őszintén alpolgármesterként, hogy valami ilyet mi is hozhassunk létre. Nem mondom, hogy nem léptünk rá erre az útra, hiszen akár a Rácz utcával kapcsolatban nekem magamnak is voltak ötleteim, javaslataim, amit polgármester úrral megosztottam, hogy abba az irányba mindig is szívem vágya volt egy kicsit dolgozni, mert úgy érzem, hogy a Rácz utca azért még rejt magában kihasználatlan lehetőségeket, akár képzőművészeti lehetőségeket is, és hát a másik irányban pedig ott van a Malom, ugye a belvárosnak egy meghúszabbított vonalán, ami különösen, mint hogy a Rácz utca egy nagy palotavárosi lakótelepnek a tövében húzódik meg szépen csöndesen, a Vízivárosnál pedig ott van a Malom, és minden kulturális tér, ugye ezt nem kell mondani, hogy az ott élő embereknek milyen irtózatos nagy lehetőség. Amikor ezen túl leszünk, és végre az életünk olyan lesz, amikor reggel az öltözékünk kötelező darabja már nem lesz ez a maszk, azért én nagyon bízom abban, hogy talán visszaáll a város eredeti költségvetési bevételi lehetősége, és talán ez az álom nem álom marad, hanem egy-két év múlva már talán egy megvalósult valóság, és akkor nem csak az lesz, hogy volt egyszer egy művésztelep, hanem na most akkor újra lesz egy művésztelep. A támogatók jelenlétében zajló megnyitón a telepet alapító művészek jó hangulatban idézték meg a termékeny alkotói munkával töltött együttléteket. Az agárdi művésztelepen egykor készült munkákból összeállított válogatás október 27-ig látogatható a Köfém-művelődési házban, hétköznapokon nyitva tartási időben, valamint szombaton 8 és 16 óra között. Az öreghegyi közösségi házadott otthon idén a 21. határon túli irodalom napjai rendezvény sorozatnak a kétnapos találkozó keretében felolvasó esteken ismerkedhettünk meg a Kárpát-medencei szerzők műveivel, és megemlékeztek a trianoni békediktátum századik évfordulójáról is.
Megkezdődött a határon túli magyar irodalom napjai programsorozat Székesfehérváron. Az idén kétnapos találkozón, amelynek az Öreghegyi Közösségi Ház ad otthont, határon túli szerzők alkotásait olvassák fel a Vörösmarty Társaság tagjai, de természetesen kiemelt szerep jut a trianoni békediktátum 100. évfordulójának is. Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke köszöntőjében örömét fejezte ki, hogyha rendhagyó módon is, de sikerült megrendezni az eseményt. Több mint két évtizede szolgáljuk elsősorban a magyar irodalom történeten belül a határon túliaknak a munkásságát és őket. Nagyon jól emlékszünk arra az időre, amikor mi ezt elkezdtük, hogy joggal érezhettük akkor, hogy nem foglalkozunk eleget mi a határon túli magyar írókkal és irodalommal. Én így visszatekintve és így gondolom, ezért is kezdtük el ezt a határon túli magyar irodalom napjai szervezését, és az bebizonyosodott, hogy nagyon jól tettük, hiszen hát valamennyien tapasztaltuk itt az elmúlt évek során, hogy milyen sok hálával gondolnak ránk szerte Kárpát-medencében ezért a rendezvény sorozatért, és azt hiszem, hogy éppen ezért nem véletlen, hogy ennek a legfőbb hozadéka az, hogy csodálatos barátságok szövődtek itt az elmúlt 20 esztendő alatt, és ez nem csak munkakapcsolat, hanem igazi baráti kapcsolat, amikor határon túli barátaink folyamatosan évről évre megérezhették azt, hogy itt Fehérvár irodalom kedvelő közössége, a városvezetés, a Vörösmarty Társaság gondol ő rájuk, és ébren tartja ezt a kapcsolatot. Különösen akkor volt ez nagyon fontos a 20 évvel ezelőtt, amikor hát sajnos ez nem lehetett érezni, és nem is érezhették. Most különös jelentősége van ennek ebben a helyzetben, amikor mi szerettük volna bebizonyítani, hogy a Vörösmarty Társaság a legnehezebb helyzetben is képes erre, és meghozza ezt az önzetlen, mondhatom azt, hogy áldozatot, mert hát ma nem könnyű dolog egy ilyet megszervezni, de tiszta szívből és szeretettel tettük. És hát én egészen biztos vagyok abban, hogy ez a folyamat most már nem fog megszakadni. Akkor lehetett volna ettől félni, hogyha az ide nem vállaljuk el. De ne felejtsük el az október 6-ai felejthetetlen pillanatokat, amikor határon túli íróink mondták el véleményüket erről a gyásznapról és erről az eseményről. És abban a hitben jogos meggyőződéssel állhatunk ma a Máriavölgyi Mária szobornál, amit ők mondtak nekünk bátorításul, hogy itt vannak velünk. A megnyitót követően Arató Antal címzetes könyvtárigazgató előadásában az MMA levelező tagjának választása alkalmába köszöntötte Szakolcai Lajost, és szót ejtett a kárpát-medencei irodalom segítésének feladatairól is. A határon túli és a határon belüli, tehát az egységes magyar irodalom egyértelműen kiállt és kiáll ma is a Trianon sajnálatos eseményeit következő időszak ellen, és amellett, hogy ezt valamilyen módon el kell viselnünk, a magyarságunkat meg kell őriznünk, meg kell tartanunk. Ebben a irodalomnak kiemelkedő és jelentős szerepe van, és ehhez kapcsolódik, hogy a határon túli, tehát amúgy magyar irodalom, a határon túli alkotók száma egyre nő, kiadványaik száma egyre nő, egyre népszerűbbek, és tulajdonképpen ehhez járul hozzá a mi kis rendezvény sorozatunk, a határon túli magyar irodalom hetei, bocsánat, immár csak napjai című rendezvény sorozat is. Beszéljünk egy kicsit az előadásodról, hiszen azt hiszem, hogy fontos témát görgetünk magunk elé ezen a két napon. Az előadásom címe Pandémia szelencéje. Tudni való, hogy a Pandóra asszonyt elvette a férje, és gazdag házában
hombárokba, búza, must, mindenféle volt, csupán egy hombát nem volt szabad felnyitni a Pandorának, természetesen a női kíváncsiság ösztökélte, hát ha drága ékszerek, stb. Vannak. Kinyitotta, kirepült belőle a elő, az egészség, mi egymás hirtelen megijedt, becsapta, és benne maradt a reménység. Nos, hát azóta kell megdolgoznunk a mindennapi kenyérért, betegeskedünk, de a reménység megmaradt. Tehát a reménység megmaradt abban is, hogy a következő évben én már nagyobb létszámban szervezzük meg ezt a rendezvény sorozatot. Én, amiről beszélek, az tulajdonképpen Szakolcai Lajos köszöntése. Az alcíme az, hogy a határon túl irodalom napjai leghűségesebb résztvevője és alkotótársa Szakolcai Lajos. Ez valóban így van, te is tanú vagy rá, aki végigülte a 3 napot, minden alkalommal megírta az előadását ellentétben másokkal, de az apropó különösen az, hogy most választotta a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjának. Nos, én az ő itteni munkásságáról beszélek, és majd javaslom, hogy adjunk föl neki és kedves feleségének, Laura asszonynak, aki szintén sokszor volt a vendégünk, egy dísztáviratot. A Vörösmarty Társaság alelnöke Lukácsi József 100 év történelmi magány című előadásában a határon túli költök sorsáról szólt, kiemelve mindennapi küzdelmüket a magyar anyanyelv fennmaradásáért. Ez nagyon fontos, hiszen tudnivaló, hogy ebben az évben emlékeztünk a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója, és az ismert okok miatt, a vírusjárvány miatt a rendezvények nagy része elmaradt. Ezért nagyon örülök, hogy az immár több mint 2 évtizede hagyományszerűen Fehérváron megrendezett határon túli Magyarok Irodalmi Napjai című konferenciát, ha még rendhagyó módon is meg tudjuk rendezni. És ez mindig egybeesik az október 6-ai eseményekkel kapcsolatos ünnepséggel is, ami mindig egy 6-án este, mint ahogy ma is, a mai napon is lesz egy szavalóest formájában fog megtörténni. Részemről személyesen a trianoni békediktátummal kapcsolatos irodalomtörténeti és tanulmánytörténeti valamennyi érvet és ellenérvet felsorakoztató dolgozatot írtam, amit annak kapcsán fogalmaztam meg, hogy ebben az évben az Osiris könyvkiadó és a Petőfi Irodalmi Múzeum közös ünnepi díszkiadásában megjelent a Vérző Magyarország című kiadvány antológia, amit annak idején Kosztolányi Dezső szerkesztett, és aminek az első kötete 1920 őszén, a második kötete pedig 1928 tavaszán jelent meg. A jelenlevők ezt követően meghallgatták Andrzej Straszewskit, a Klub Polónia elnökét, aki megemlékezett a közelmúltban elhunyt Janusz Irénius Wojcik lengyel költőről, majd a Mária Völgyi Szűz Mária szobornál versekkel, dalokkal emlékeztek Trianonra és a Nemzeti Gyásznapra. Befejeződött Székesfehérváron a határon túli Magyar Irodalom napjai, a Vörösmarty Társaság hagyományos programsorozata. A találkozó záró eseménye Bobori Zoltán beszélgetése volt a kárpátaljai magyar irodalom egyik kimagasló tehetségű költőjével, Lőrinc P. Gabriellával. Talán az a legfontosabb, hogy örüljünk a találkozásnak, örüljünk annak, hogy együtt lehetünk, és még akkor is, hogyha ilyen furcsa körülmények között maszkokkal érkezünk, én azt gondolom, hogy talán a hála a szívünkben tudja ezt valóban ünneppé tenni. A beregszászi születésű Lőrinc Gabriella imáron Budapesten él, és az előretolt helyőrség íróakadémia oktatójaként is nagyon sokat tesz azért, hogy a magyar nyelv és az irodalom továbbra is meghatározó szerepet játszon a Kárpát-medencében. Nem akarok nagy szavakat mondani, de azt érzem, azt látom, hogy talán egy megújulás folyamatában nagyon sok fiatal van dolgom, nagyon sok fiatalnak a műveit olvasom könyvként és publikációként, és nagyon remélem, hogy ez egy
ez egy olyan időszak, amikor van lehetőségünk, és van időnk is írni is, és olvasni is. A költőnő úgy éli meg mindennapjait, hogy hitvallása nem változott. Bizakodó próbálok lenni, mondja, hiszen még nyitva vannak a templomok, még lobog a magyar zászló, még megemlékezéseink, ünnepeink alkalmából felcsendülhet a himnusz. Adja Isten, hogy rosszabb ne jöjjön. Kedves nézőink, ez volt a Paletta magazin, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!